Az ünnepségen dr. Fuchs Márta igazgatóhelyettes vette át az In Memoriam Csengei Dénes című portrét, és köszöntötte az egybegyűlteket beszédével. Majd a költő írásaiból adtak elő Rubányi Anita és Orbán György előadó művészek. Nagy örömteli esemény ez a Voszinszky Múzeum számára, ugyanis Baki Péter Munkácsi díjas festőművész ajándékozta nekünk az egyik portréját Csengei Dénesről, amit festett. 2003-ban készült el, In Memoriam Csengei Dénes nevet viseli ez a festő, és mindkettőjüknek, Csengei Dénesnek, illetve Baki Péternek is a szexuálhoz való nagyon szoros kötődése adta ezt az ötletet, vagy adta ezt a háttérindítatást, hogy végül is a múzeumnak ajándékozza ezt a festményt. Baki Péter festőművész által adományozott kép a múzeum főépületének galériájában lesz kiállítva. Portrékat mindig csináltam, a Dénest először távolról, aztán megismerkedtünk, bár érdekes módon nem szexuálisan fönn Budapesten, de Dénest mindig szerettem és tiszteltem. Tiszteltem a munkáit, tiszteltem a szellemiséget, amit ő képvisel. Így nyilvánvaló volt, hogy előbb-utóbb csinálok róla egy portrét, úgyhogy aztán így kerekedett a dolog, és hát nem egyszerűen, de azért csak elkészült, és nem egyszerűen, de azért ide is elkerült, ahova szántam eredetileg, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy végül is a múzeum befogadta a képet, a város elfogadta a képet, mert hát hova lehetne tenni egy csengei képet, mint szekszárdi múzeumban. A művész az íróról készült portrét 2003-ban festette. Szexárd szerepel a templommal, egy női figura is szerepel, ami angyal, meg mind a ketten nagyon szerettük és tiszteltük a hölgyeket, úgyhogy a vörösbor, a toll, amivel elvileg a költemények is születhettek volna, ha nem találták volna fel a golyós tollat, meg a szírógépet. Úgyhogy tehát ezek a rekvizitumok valahogy hozzátartoztak mindig is Déneshez, és hát az a válláról lefutó világos kékes szín, ami tulajdonképpen itt megjelent egy Farmer Jackie-nak, amiben mindig, tehát mindenhol, akárhol találkoztunk Dénessel, ez nagyjából rajta volt, vagy nála volt, vagy a vállára volt borítva, úgyhogy ez egy olyan jellegzetes szín volt az ő életében, egy olyan ruhadarab, ami nélkül elképzelhetetlen volt szinte. Ami számomra fontos volt, az, ahogy ezt az egész rendszerváltást ő kezelte, ahogy megpróbálta kezelni, és ahogy végül, ahová el is jutott, és az a fajta, egyszer vagy kétszer beszélgettünk úgy vele, hogy az Antal Józsefről beszélgettünk, és amiket ő mondott, ilyen háttér dolgokat, azok végül is egy kicsit más színbe helyezték számomra is a rendszerváltást, még akkor is, ha nem teljesen sikerült a dolog. Ugye, mert szörnyű dolog az, hogy 4 év után visszaszavazzák azt a pufajkás emberkét, aki hát börtönbe küldte jó részt ezeket az embereket, akik 56-ban megpróbálták a változást. Úgyhogy nehéz dolgok ezek. Ha hazamegyek, biztos, hogy újra olvasom a Csengei életmű javarészét, és lehet, hogy még majd készül valami Csengeiről, de nem portré, hanem valami olyan kép, egy összeállítás, amit a versei írásai ihletnek, mert számomra nagyon fontos személyiség ő. A költő, politikus 1953. januárjában született Szekszárdon, s élete 33 évvel ezelőtt ért véget, szellemiségét szavak és egy kép idézte meg április 8-án.